Hatalmas területet borít Hínára, Tolnai Holdunán. A helyiek azt mondják, évek óta okoz ez bosszúságot. Idén már a városhoz tartozó 8 kilométeres szakasz felét egybefüggő Hínár réteg borította. Hát magunk is látjuk ennek a veszélyét, problémáit, túl azon, hogy kajakosok nem tudják használni a vízfelületet, óriási szerves anyag kerül így évről évre be a oltákba, a olták jövőjét veszélyeztetve, és idén kora tavasszal azon gondolkodtunk, hogy miképpen lehetne hínármentesítés, hínárvágással egy kicsit előrébb jutni, kezelni ezt a problémát. Kértünk árajánlatot, és gyakorlatilag az árajánlat összege olyan 1,5-2 millió forint közötti összeget kaptunk arra a területre, amit mi szerettünk volna kivágatni. Ezek után polgármester asszonnyal átkonzultálva a dolgokat, az ő ötlete az volt, hogy nézzük meg a piacot, hogy tudunk-e esetleg hinárvágó gépet venni és magunk elvégezni ezt a feladatot. Másfél millió forintért be is szereztek egy hínárvágógépet, ami 170 cm mélyre képes lehatolni és kivágni a vízi növényt. Ezt a hínárvágógépet egy négy ütemű 1100 köbcentiméteres benzinmotor hajtja, gyakorlatilag a haladásban, illetve ugye a vágásban is ez az erőforrás látja el a feladatokat. Ezelőtt egy két héttel, három héttel tudtuk elkezdeni a hínárvágást, hát gyakorlatilag egy 6 munkanap alatt körülbelül számításaink, satszolásunk szerint egy 16 hektár sikerült megtisztítani a hínártól. És a továbbiakban folyik majd munka? Igen, mindenféleképpen szeretnénk folytatni. Gyakorlatilag ez a kezdő év. Jelen pillanatban ennek annyi a haszna, hogy ugye láthatóan megtisztult a víz, tehát föntről nézve egy tiszta vízfelületet látunk ott, ahol ugye elvégeztük a hínárvágást. A munkát irányító Klein Antal azt valószínűsíti, idén ezen a szakaszon már nem okoz problémát a hínár, mert még időben megtették a szükséges intézkedéseket. Még virágzás előtt sikerült elcsípni a hínárvágással. Ez azért jelentős, mert a virágzás után a hínára magját visszaszórja a vízbe, és ezáltal hősburjázás indul meg. Ezt meg tudtuk akadályozni, most monitorozzuk a vizet, hetente figyeljük, hogy alulról újrahajt-e, vagy pedig az esetleg elszórt magok kikelnek, vagy az előző években bent maradt magok még kelnek-e. Ha lesz utóhajtás, akkor azt víz alatt fogjuk levágni, az csak annyiba fog látszani, a vízfelületet nem fogja zavarni, csak amit levágunk, az jön föl, de az vissza is fog süllyedni. A biztonság kedvéért hetente ellenőrzik majd az érintett területet, és amikor szükséges, akkor kivágják a kellemetlen vízi növényt. A horgászok áldásos tevékenysége folytán rengeteg benthagyott fa és vaskaró van, ami víz alatt van. Nekünk ez azért veszélyes, mert hogyha ezzel a géppel kapunk egy karót, az a motort tönkre teszi. Most is két hetet álltunk azért, mert egy ilyen karót elkaptunk. Oda kéne figyelni, megkérném a horgászokat, hogy a vízben ne süllyesszenek el adikot, ne süllyesszenek el bokrot, ne süllyesszenek el gumit, mert mi összeszedjük az összeset. És csak a bosszúság meg a javítás van utána. A városvezetés úgy tervezi, évente 2-3 alkalommal megismétlik a 16 hektárnyi terület megtisztítását. Az a céljuk, hogy minél mélyebben, minél kisebb állapotban vágják ki a hínát, így kevesebb szerves anyag kerül majd a vízbe.